A lőrinci képviselőtestület a város idei költségvetésének elfogadásakor rögzítette egy új ételszállító autó beszerzésének szükségességét a városüzemeltetési intézmény számára, árult el Víg Zoltán, a település polgármestere. Az ételszállítást egy kis Ford autóban végeztük el, amiben már nem tudtuk az ételeket teljes mértékben elszállítani, kétszer kellett fordulni, mert olyan nagy az igény a közétkeztetésre, hogy abban az autóban már nem fértek el az ételhordók, ezért úgy döntöttük, hogy kicseréljük. Ezt az autót megkapja a városüzemeltetési intézmény, a másikat, a kis Ford autót, aminek már nem olyan nagy az értéke, azt pedig a fizikai dolgozóknak anyagbeszerzésre fogjuk átadni. A 3,5 milliós autóvásárlásból 2 millió forint önkormányzati önerő volt, a maradék pénzt pedig hitelből törlesztik minimális kamattal. Az autó több településen is megfordulva naponta 300 adag ételt visz házhoz. Mint megtudtuk, 55 millió forintos beruházással hamarosan megkezdik a Sejpi Kultúrház felújítását is. Ebből 21 milliót tesz ki az önkormányzat által felvállalt rész, a többit Szabó Zsolt országgyűlési képviselő munkája nyomán pályázaton nyert el az önkormányzat. Azt itt el kell mondanom, de én azt gondolom, hogy már több hír anyagban is megjelent, hogy ez nem a teljes felújítása a kultúrháznak, ezek csak elemei a felújításnak, mert a teljes felújításhoz legalább 120 millió forint kellene. Meg fog újulni, tehát kicseréljük a tetőszerkezetet, nyilászárókat, bizonyos helyeken hőszigetelünk, illetve a saját forrásból pedig meg szeretnénk csinálni a fűtést. A tetőpala lecserélése mindenképp új arculatot jelent, és a homlokzatot is újrafestik, az épület szomszédságában a Sejpi postánál pedig legalább 6 új parkolót alakítanak ki, javítva az itt tartott programok megközelítését. Közben rendkívüli képviselőtestület ülésen mutatták be a Zöld Város programban megújuló épületek látványterveit, például a Városháza oldalában fiatalok számára alakítanak ki sportcélú helyiséget. Egy másik nyertes projekt a Piacé már látványterv szempontjából elfogadtatott a grémium által. Itt kiírják a közbeszerzést és a nyáron indul a munka. A lőrinci óvoda esetében startol a közbeszerzés a lapos tető leváltására. Teljes egészében pályázatból 72 millió forintból végzik el a tetőcserét, számolt be lőrinci polgármestere a főbb részletekről.